Elérkezett a nagy nap, embert küld az űrbe a SpaceX, amerikai magáncég és a NASA. A két amerikai asztronauta közép-európai idő szerint pár perccel este 10:30 után indul a nemzetközi űrállomásra egy teljesen új űrhajóval. Utoljára 9 éve volt arra példa, hogy amerikai űrhajósok amerikai űrrepülővel az Egyesült Államokból indultak az űrbe. A SpaceX többször is történelmet írt az elmúlt években. Az űrkutatási magáncég épített már újrahasználható hordozórakétákat, volt, hogy egy sportkocsit lőtt ki az űrbe, és számos műholdat állított földkörüli pályára. Ezúttal pedig embert küldenek az űrbe a NASA megbízásából. A tesztrepülés egy újabb mérföldkő az amerikai űrkutatásban, mivel ezzel az űrhajóval most utaznak először asztronauták. Ráadásul azóta, hogy 2011-ben az Egyesült Államokban kivonták a forgalomból az űrsiklókat, csak orosz űrhajóval utaztak a NASA űrhajósai. Nagyszerű itt lenni a Kennedy űrközpontban. Újra amerikai asztronautákat küldünk az űrbe amerikai űrhajóval és amerikai területről. Ez egy óriási pillanat számunkra. Utoljára 9 éve volt ilyen, mondta a NASA igazgatója kedden. A misszióban két űrhajós vesz részt, Bob Behnken és Doug Hurley, jó barátok és rendkívüli szakemberek. Mindketten több ezer órát töltöttek szuperszonikus repülőgépeken, ezért is választották ki őket 2 éve a nem mindennapi feladatra. Ez egy fantasztikus dolog, hogy egy új űrhajóval repülhetünk. Ha valaki megkérdezte volna tőlünk, amikor végzősök voltunk, hogy mi lenne az az egy dolog, amit mindenképp szeretnénk elérni egy napon, azt mondtam volna, hogy egy új űrhajóval végrehajtani egy tesztrepülést. Dágnak és nekem pedig ez megadatott, amiért rendkívül hálásak vagyunk, mondta az egyik űrhajós. Ez egy lenyűgöző űrhajó, sokféle tekintetben rendhagyó modell. Sokkal kisebb, gyakorlatilag egy kapszula. Miközben technológiai szempontból csúcstechnika. Nagyon várjuk már, hogy végre kipróbálhassuk, tette hozzá a másik űrhajós. A floridai Kennedy űrközpontban szombaton főpróbát tartottak. A rendkívüli útra az asztronauták különleges szkafandert is kaptak. Az új űrhajóhoz tökéletesen illő egyrészes fekete-fehér védőruha nem csak kényelmes és biztonságos, de stílusos is. Egy hollywoodi jelmeztervező munkája, aki korábban egyebek mellett Batman jelmezét is megálmodta. A két amerikai űrhajós közép-európai idő szerint este 10:30 után pár perccel indul útnak. Az űrhajójuk másnap csatlakozik az űrállomáshoz. A Crew Dragon első emberek nélküli próbaútja március elején volt. Az űrhajót akkor, mint ahogyan most is, a SpaceX Falcon 9-es hordozórakétája állította földkörüli pályára. A Crew Dragon ezután automata üzemmódban csatlakozott a nemzetközi űrállomáshoz.